1:33. Bőven volt dolguk a mérőknek a már hagyományos roma rendőrhorgász versenyen. A Pakson megtartott programon idén 20-an indultak. Ők kora reggeltől délig egymás után fogták ki a pontyokat a vízből. Jönnek a halak, nagyon apró halak, tehát 1 kg 20, 2 kg vannak a halak. Ritkán van kapás. Van bánhal bőven, kárász, ponty, sülőt is látunk rabolni, úgyhogy nagyon jó a horgászat. A legtöbben már rutinos horgásznak számítanak, de voltak itt most elkerült a szerencséje. Tehát én fogtam kettő darab pontyot, a kettő darab pontyban van 2 kg 60 deka, azóta leállt a kapás nálunk. Mind a két oldalunkon támadnak a halak, csak minket hagynak nagyon nyugodtan békén. A versenyzők kettőfős csapatokban mérkőztek meg, a feladat egyszerű volt. Aki a legtöbb halat kifogja a megmérettetés végéig, az nyer. A legeredményesebb horgászok végül több mint 30 kg vízi állatot húztak a partra. Amíg a parton a botoké volt a főszerep, addig néhány méterrel arrébb egy csapat az ebédről gondoskodott, hatalmas üstben készült a csülökpörkölt. Az országos roma önkormányzat vármegyei képviselője szerint a most 7. alkalommal megrendezett közös horgászverseny idehaza egyedülálló. Ennek is köszönhető, hogy más régiókban mintaként tekintenek az itteni romák és a rendőrök közötti jó viszonyra. Nekünk a megyében roma önkormányzatoknak, roma vezetőnknek talán az egyetlen egy partnere a rendőrség. Úgy helyben, úgy megyében, úgy kistérségben. Ő a legnagyobb, együttműködő partner. Mindent meg tudunk beszélni. Ha van valami olyan rendezvény a rendőrkapitányságnak, ami nagyon fontos, és ezt meg kell promózni, mint például a határvadászok, akkor mi beleállunk ebbe a dologba, megyünk, segítünk. A legnagyobb halat, egy több mint 3 kilós pontyot végül a Nagykonyiból érkező ifjabb Orsós István fogta ki, míg a legtöbbet, 30 kiló 13 dekát Zsiga Péternek és az édesapjának, Zsiga Lászlónak sikerült.